Már nyílnak a virágok a tolnai buszpályaudvaron. Az ágyást is a most véget ért fejlesztésnek köszönhetően alakították ki, ami során több mint 2500 négyzetméteren cserélték le a meglévő aszfaltburkolatot az annál jóval korszerűbb és időtállóbb térkőburkolatra. Ez a 21. században egy városközponthoz illő burkolat, tehát nem csak masszív, hanem esztétikus is, és az esetleges meghibásodásokkor majd sokkal könnyebben lehet ezt javítani, mint egy betonos vagy egy aszfaltos utat. A munkálatokhoz szükséges több mint 40 milliós támogatást a Paksi Atomerőmű Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán nyerte el az önkormányzat, de közel ugyanennyi önerőre is szükség volt. Az elmúlt 3 évben folyamatosan újították fel a város járdáit. Appelshofer Ágnes, a város polgármestere azt mondja, ezek közül a mostani fejlesztés a legjelentősebb. Gyakorlatilag most a városközpontban sikerült a Szent István térnek a járdaburkolatát teljesen megújítani. Értem ez alatt magának a tért körülvevő járdaburkolatnak a felújítását. A Szekszárdi utca azon szakaszának, ami a Bajcsilinszky utcától a Kossuth-Lajos utcáig megy, illetve a Bajcsilinszky utcának az a szakasza, ami az Arany János utcától, tehát a klasszikusan a Penny től a Városházáig az egyik oldalon, és a Petőfi utcáig, a Gyógyszertáig a másik oldalon. A munkát helyi vállalkozók végezték el. A beruházás során a csapadék elvezetést folyókákkal oldották meg, és a házak előtti kocsi bejárókat is letérkövezték. A kapubejáróknál ott erősített szerkezet van, tehát van egy 15 centi zúzott kőágyazat, 15 centi CKT megerősítés, 4 centi 0,4-es ágyazókő, és akkor jön a térkő. Tehát az azért, mert a kocsi forgalom miatt, hogy ha nagyobb terhelést éri. És aztán, ami olyan rejtett dolog, az aknafedlapok. Ugye láthatók a matáv aknafedlapjai, hát ezeket szintre kellett emelni, vagy hozzáigazítani. Azok még rosszak voltak. Az önkormányzat a jövőben is folytatni akarja a járdák felújítását, amihez a szükséges pályázatokat már el is készítették. Ebben az évben is nyújtottunk be ugyanehhez az alapítványhoz pályázatot, és a Kossuth-Lajos utcához illeszkedően, ugye a Kossuth-Lajos utcát a Magyar Közúttal közösen fogjuk a TOP pályázatok keretében megújítani, az utat is és a járdát is. Ebből sajnálatos módon magából a projektből kimarad a klasszikusan volt 11-es áruház előtti járdaszakasz, illetve a társasházak előtti járdaszakasz, ami közvetlenül a parkolóhoz illeszkedik, és ennek a megújítására szeretnénk a reménybeli elnyert pályázatunkból fordítandó összeget járdaépítésre fordítani.